osztálycsoport, mint ismeretes számunkra, olyan nagy súlyú országcsoport a mai világban, amelynek 9 tagja fejlett országból berkoválódik, és 11 feltörekvő országokból. Ez az országcsoport, kérem szépen, ma a világ termelésének, a GDP-nek 90%-át adja, a külkereskedelmi forgalom 80%-át, és a lakosság kétharmadát, világlakosságának kétharmadát. Tehát rendkívül súlyú intézményi csoporttal állunk szemben. Ez a csoportosulás 2010-től nagyon aktívan tevékenykedik. Ám mindez ideig, vagy pontosabban 2014-ig nem volt sikeres és átütő a tevékenysége. Annak ellenére, hogy az USA nagyon támogatja ezt az országcsoportot. 2014-ben azonban a Brisbane-i csúcsértekezleten Ausztráliában egy rendkívüli áttörést láttunk a G20-ak tevékenységében. És ez az volt, hogy sikerült elfogadni egy olyan stratégiát, amelynek a központi gondolata az, hogy a világ gazdasági növekedésének ütemét 2018-20-ig 2%-ponttal megkívánják emelni a egy alacsonyabb, ilyen úgynevezett trendszenárióhoz képest. Na most ez rendkívüli fontos cél, hiszen a világgazdaság növekedési üteme ezekben az években lelassult, és 3,3% 2-3 éven keresztül. Tehát megállt a világgazdaság motorja fejlődése. Nos, ehhez kellene 2% plusz. És a stratégia, amit elfogadtak Brisbane-ben, azt tűzte ki célul, hogy a beruházások aktivizálásával, növekedésével, különösen az infrastruktúrába történő beruházásokkal kívánja ezt a plusz 2% GDP növekedést elérni. Ezt sokoldalúan elemezték, én jónak tartom ezt az irányt, hiszen itt ez olyan terület, ahol a beruházásokat helyileg az országoknak kell megvalósítani, a multik ebben nem nagyon tudnak beszállni, be tudnak, de nem erről van szó, hogy őket engedjék ehhez a beruházási tevékenységhez hozzáférni, hanem a saját ország erőket mozgósítsák. Nos, és számunkra is tulajdonképpen ez a fejlesztési irány elgondolkodtató, hiszen a mi infrastruktúránkat ugyan a 2007-2013 évi költségvetési ciklus, EU költségvetési program ezt kicsit rendbe tette a fejlesztési infrastruktúránkat, de még hát nem vagyok ennek sem a végén, azt hiszem. No, tehát ez a koncepció nagyon-nagyon röviden, és azért örvendetes, mert egy, szakmailag vállalható, kettő, meg tudtak egyezni a fejlett országok és a feltöreki országok, Brazília, India, stb. Kína ebben a kérdésben. Ilyen nem volt korábban soha, hogy ilyen súlyú kérdésben a két országcsoport közös nevezőre jutott volna. Most ez hogy kapcsolódik Európához, az Európai Unióhoz? Úgy, hogy ezen a Brisbane-i G20-ak csúcs találkozón Ausztráliában tavaly az Európai Unió és jelesül az Eurozóna nagyon kis csinos kritikát kapott, mondván, hogy a világ beteg embere gazdasági értelemben az Eurozóna, ahol a termelés visszaesett, és nagyon lassan tud csak emelkedni. A második kis bezzeget azért kapta az Európai Unió a világ többi országaitól, hogy a beruházási programját nem dolgozta ki, mint a többi ország már letette az asztalra ezt a plusz beruházási programot. Az Európai Unió csak késve tette le ezt a G20 asztalára. Ez azóta már megtörtént. Tehát az Európai Unió is beruházást kíván ugye ösztönözni, stimulálni, és
a központi bank a kötvénykibocsátást is ennek a jegyében hát engedélyezte vagy indította el ez év márciusában. De itt tehát a G20-ak tükrében az Európai Unió teljesítménye egyáltalán nem kiemelkedő és kiváló, sőt, bírálattárgya. A második